Mobilbarát honlapra vágysz, amit szeret a Google? Mindenhol azt lehet hallani, hogy a mai honlapoknak most már mobilbarátnak kell lennie, de ez nem csak egy trend, egy divat, hanem most már egy kötelező elemmé fog válni, hiszen hogyha nem mobilbarát a honlapod, akkor a Google nem fog szeretni téged elfordult tőled, és ezt nem akarod. De mi is ez a mobilbarát honlap? Ha rákeresel a mobilbarát honlap kifejezésre, akkor rengeteg sok képet látsz. Például az, hogy a mobilbarát honlap vevők alakítja a látogatóidat. Meg azt is, hogy a mobilbarát honlap, meg a responsív honlap, az valami hasonló dolog. De valójában nem az, mert a responsív honlap és a mobilbarát honlap között nagy a különbség. A responsív honlap az olyan, hogy minden eszközön ugyanúgy jelenik meg, a mobilbarát honlap pedig a jobboldali, ami arról szól, hogy mobiltelefonon úgy jeleníti meg a tartalmat, hogy mobiltelefonról is, tehát arról a kis képernyőn is élvezetesen lehessen elolvasni. Tehát lényegében attól nem lesz mobilbarát a honlapod, vagy responsív. De miért olyan fontos az, hogy mobilbarát tetted a honlapodat? Hát azért, mert egy Google rangsorolási tényező lett. Sőt, 2017-től a honlapodat csak az alapján fogja rangsorolni a Google, hogy milyen mobilbarát változata. Tehát ha nem mobilbarát oldalad, el fog tűnni a találati listáról. Ezt Szúly Attila, a kereső optimalizálással foglalkozó szakértő oldalán már 2014-ben lehetett olvasni, hogy a mobilbarát weboldal rangsorolási tényező lesz, és 2017-ben már kötelezővé tette a Google. Ha elolvasod ezt a cikket, akkor ő is azt javasolja, hogy ne várjál senkire, hanem készítsd el magadnak a mobilbarát honlapodat. És most látod, hogy december 31-ig egy akciónk van, amivel korlátlan ideig örökre ingyen megkapod ezt a honlapszerkesztőt, 15 000 forint plusz áfa per év helye. Ezzel a honlapszerkesztővel pedig gyerekjáték összeraktod saját magadnak egy mobilbarát honlapot. Van rengeteg sok dizájn, amit ki tudsz választani, amelyik neked szimpatikus, amelyik egy kicsit átírva olyan lesz az oldal, amilyet te szeretnél. Mindent könnyen tudsz szerkeszteni, megfogod, mozgatod, belekattintasz, átírod, semeddig nem tart. És ez az oldal azért mobilbarát, mert itt fönt látod, ott vannak különböző eszközök, a széles vászon, az asztali nézet, a tablet és a telefon. Ha rákattintasz, akkor megváltozik az oldal szerkezete. Így fog kinézni szélesben, így néz ki tableten, így néz ki telefonon. És mindegyik nézetben odapakolod a dolgokat, ahova akarod. Ezek a változások nem érintik a többi oldal változását. Attól egy ilyen telefonos nézetben átvakolta a menüket, kijavítottam, attól azt a nézetben minden ugyanott maradt. És ettől lesz mobilbarát az oldalad, ettől lesz olyan, hogy mobiltelefon is élvezhető, és a Google is azt fogja mondani rá, hogy igen, ez egy mobilbarát oldal, igen, ezt szeretem, igen, erre látogatókat fog küldeni. De a honlapszerkesztőben nem ez a legjobb, hogy ilyen könnyen tudsz szerkeszteni magadnak egy oldalt, hogy rengeteg dizájn van és hogy mobilbaráttá tudod tenni az oldalt, és ráadásul mindezt akár 5 perc vagy 6 perc alatt, és ezt nem csak úgy mondom, hogy 6 perc, mert mindenki ezt szokta írni, hanem tényleg így van. Itt a YouTube-on van egy csomó videó, amit ti küldtetek, ti készítettétek el a honlapszerkesztővel, ti készítettek olyan videókat, hogy hogyan készítettek el egy weboldalt egy honlapszerkesztővel. Itt van például a Hotel Kirschennek az oldala. 6 perc, 56 másodperc. 6 perc alatt lényegében elkészült teljes oldal, úgyhogy fel van töltve tartalommal és képekkel. De mutatok egy másikat. Mondjuk a kerékpárbár. Itt látod, hogy meg van szerkesztve, itt 2 perc, 13 másodperc az oldal, mire elkészült. Viszont ez fel van gyorsítva. Nem mondom, hogy 2 perc alatt is össze tudod rakni az oldaladat, de 6 perc az reálisnak tűnik. De nem is ez a legjobb Domainflotta honlapszerkesztőben, hogy ilyen könnyen lehet használni, és ilyen gyorsan képes bárki honlapot összerakni vele. Ez a honlapszerkesztőnek a zárt csoportja. Itt vannak azok az emberek, akik hozzá hasonlóan megvásárolták a honlapszerkesztőt, és elkezdték vele megszerkeszteni a saját honlapjukat. Itt rengeteg sok beszélgetés van, nagyon aktív a közösség, segítik egymást, és mi segítünk nekik. Itt még olyan embereket is találsz, akik helyetted megcsinálják a honlapodat, az elképzeléseid alapján, a te tartalmaiddal, a te képeiddel. Sokan vagyunk, egyre többen. Nagyon jó kis csapat jött össze, nagyon büszke vagyok rátok. És ha te még nem vagy a tagja, akkor csatlakozz. Ha pedig már megrendelted a honlapszerkesztőt, és mi nem csatlakoztál a csoportunkhoz, akkor téged is várunk szeretettel. És ne felejtsd el, hogy az akciós ajánlat az 31-ig él.